Rendben van jogilag, hogy az amerikai nagykövet magyar kormányellenes influencereket hív vendégségbe, menedzseli őket? David Pressman munkássága inkább közelebb van a botrányoshoz, mint a visszafogotthoz, a méltóság teljeshez, vagy a diplomata számára előírt szabályok szerinti működéshez. Ez a kijelentés nyilván magyarázatra is szorul. A diplomatákra vonatkozó bécsi egyezmény szerintem legkirívóbb megsértése az, amikor a magyar belpolitikába az amerikai nagykövet úr beavatkozik. Az, hogy egyébként a politikát, a baloldali politikát még terelgeti is, szervezi, menedzseli, akár influenceri szinten, akár politikusi szinten, az ennek a minősített esete, mondhatjuk, hogy jogsértésnek. Az, hogy bírákat rendel be, az a különösen minősített eset kategóriájába tartozik.